A kínai hatóságok a legmagasabb szintű cenzúrát kezdeményezték a VPN-ek és az online cenzúra megkerülésének egyéb módszereivel szemben, miután a zero covid politika példátlanul heves tüntetésekhez vezetett. Az ország rendkívül szigorú vírusellenes korlátozásai ellen több nagyvárosban is utcára vonultak az emberek. Az elmúlt évtizedek legnagyobb tiltakozása robbant ki a kommunista párt uralma ellen. A hatóságok néhány szabályon könnyítettek, hogy a közvélemény haragját enyhítsék, de arra semmi sem utal, hogy a kormány szakítana a zero covid politikával. Miközben Elon Musk Twitterének az alkalmazásboltból való kirúgását fontolgatja az Apple, most kiderült, hogy az amerikai okostelefongyártó cég korlátozta az AirDrop használatát Kínában, ami tönkretette a kínai kommunista párt covid zárlatai ellentüntetők szervező munkáját. Az AirDrop helyi kapcsolatokat tesz lehetővé az eszközök között, ami azt jelenti, hogy a hatóságok nem tudják azt megfigyelni vagy cenzúrázni, mint ahogyan azt teszik a Weibo vagy a WeChat esetében. Az Apple azonban egy olyan frissítést indított az alkalmazáshoz Kínában, amely mindössze 10 percre korlátozta a használatot, így a tüntetők nehezebben tudtak kommunikálni más aktivistákkal, valamint üzeneteket küldeni a közelben tartózkodó járókelőknek és turistáknak. Kifejezetten kerestem valamilyen Apple indoklást, ami magyarázza, vagy magyarázkodja azt, hogy miért változott meg az AirDrop működése pont a tüntetések közepette, és került bele egy 10 perces használati korlát. Nem először élnek a tüntetők ezzel a központi hálózatokat megkerülő, ugye személytől személyig küldhető adatátvitellel, és talán nem először esik ez korlátozás alá, és nincsen magyarázkodás, nincsen ez a mondás, hogy ja, igen, mert az AirDrop 9.35-öt most fogjuk kihozni, és akkor ez izé, vagy nagyon meríti az aksit, semmit nem mondanak, és akkor itt viszont ilyen, azért nagyon-nagyon szomorúra bígyeztem a számat, hogy ráadásul tudod, nem olyan tájékozott az Apple, hogy tudja, hogy a tüntetők ezt erre használják, hanem nekik szólni kell erről, és ki az, aki szól erről, akinek érdeke, és ő megváltoztatja, tehát hogy a piac többet ér neki, ugye az a az a hatalom, aki beengedi oda ezeket a telefonokat, mint a felhasználó, pedig azt szoktam meg, hogy egy csomószor applikáció fejlesztőként, tehát amikor cégek vagy nevében próbálsz applikációt kiadni az Apple boltjain keresztül, azt érzékeled, hogy az applikációt kiadó cég az mindig hátrányt élvez az Apple részéről az ő vásárlójához képest. Viszont úgy tűnik, hogy akkor a vásárlója hátrányt élvez az őt tartalmazó ország vezetéséhez és hát a vámszabályokat meghozókhoz képest. Szerintem itt még egy faktor van, Taiwan. Tehát, hogyha nem fér hozzá a chipekhez, alaplapokhoz is egyébként, az Apple saját cloudjához is olyan alaplapokat használ, amit azt hiszem Taiwanon készül. Mm. Tehát, hogyha egy ilyen kicsit befeszül Kínával, szerintem ez a legalább egy olyan faktor, vagy legalább... Taiwanon alapanyag készül hozzá, Kínában meg összeszerelik azokat a dolgokat, van, amiket tehát, Kínában vesznek is, de legfőképpen ott jönnek igen, létre. Tehát, hogy egyszerre bukna piacot is, illetve egyszerre bukna gyártást. Nem Kínát bukná el ezzel, hanem az egész világot. Nagy részét, igen. Biztos vagyok benne, hogy nagyon komoly fennakadás lenne, és miközben így is elősen túlárazott, azt gondolom, hogy ebben nincs kérdés, hogy még nyugaton is túlárazottnak számít, nem hogy keleti részében a világnak az Apple termékek, de annyiba kerülnek már a telefonok, hogy egy első osztályú futballista is csinálhatná őket azért de gondold, de hogyha ezt kapnak. A Silicium World-be raknák tényleg össze? Tehát, hogy akkor most gondold-e, hogy akkor mi lenne az ár? Tehát ezért szerintem ez is elég fontos faktor, és azért ne felejtsük el, hogy a Google, ami ugye ne légy gonosz zászló alatt, azért ő is becsicskult, úgymond, annak idején muszáj volt neki, és nem tudom, hogy éppen most hol tartanak ebben a sztoriban, de hogy az volt a tipikus példa a Tiananmen tér. A Tiananmen térre rákeresték Kínában, akkor találták képeket a térről, meg hogy hol van, meg hogy szép. A világ többi részén az első oldal arra az van tele, hogy a tankos. Amikor működött Kínában, igen. Akkor ezeket a találatokat igen. Hozta. Igen. Na, hát ezek azok a hírek, amelyek beárazzák a Szilícium völgy tech cégeinek a baloldaliságát, meg a
társadalmi progresszióért való elkötelezettségét. Ők most már politikát akarnak írni. Ők most már politikát akarnak gyártani. Nem, Robi, egyszerűen a létük múlik ezen. Tehát, hogy nem ők nem akarják gyártani a politikát, hanem részt vesznek a politika sötét oldalában, hogy piachoz jussanak. Nem akarják, tehát nem akarják gyártani a politikát. Nem. Tehát nem az Apple, a Google, a Nike, a Coca-Cola, úgy általában Amerikában ezek a híresen vagy hírhetten, attól függ, hogy állsz hozzá, progresszív cégek, ezek nem gyártják a politikát, nem vesznek részt a MeToo ügyekben, nem vesznek részt a LMBT politikai ügyekben, nem vesznek részt a BLM aktivizmus. Határozni, azt megúszni akarják. Nem igaz. Szerintem is nem igaz. Gyártják a politikát, tömeggyártják a politikát, pont úgy, ahogy a technológiát. Nem. Nem, abszolút gyártják a politikát, és a progresszív politikát, ők a motorjai, az első vonalban vonulnak a BLM aktivizmusukkal. De ezt értem, ezt én sem vitatom, most arról beszélek, hogy a... Na, tehát hogy ők progresszív... Nem az ő... Nem értem, hogy miért érdekük feltétlenül a kínai tüntetők kell kibabrálni. Tehát azt nagyon értem, egyszerű. Hogy szítjuk nem a olyan gender, meg a nem különböző ilyen diverzitás vitákat, és akkor utána álszent módon mellé állunk, és nálunk van 8 féle WC a babzsák és a csocsók között. Tehát ezt a részét értem. De Oszi, ha nem értesz valamit, akkor kérdezz és ne magyarázd el. Hogy ne, de én nem értem. Hát nézd, elmondom neked. Nem hogy nem olyan, ilyet, nem olyan, nem olyan most akkor ebbe beleállok, Robi. Jó, más a véleményem. Nem mondtam, hogy nem értem, és azt sem mondtam, hogy én magyarázom el. Azt mondtam, hogy én kétlem, hogy a kínai belpolitika az ugyanolyan kategóriába esne az ő madzagon rángatásuk szempontjából, mint az, hogy most a transzok mellett hát nézd, verjük a mellünket, meg smároló melegeket hát rakunk a plakátra. Nem, hát pont, hogy nem, hát éppen erről van szó. Akkor, amikor semmi tétje nincs, akkor, amikor ők progressziót akarnak demózni, hogy a saját termékeiket szexibbé tegyék, hogy a saját termékeiknek egyfajta politikai konnotációt kölcsönözzenek, hogy a politika erőműveit, meg a marketing erőműveit egyesítsék, és ezeket az erőket együttesen tudják betolni a termékeik mögé, meg a szexi szolgáltatásaik mögé, akkor politizálnak, akkor nagyon aktívak, akkor azt hazudják, hogy ők álmodtak Amerikának egy jövőt, egy szebb jövőt, egy szabadabb jövőt a feketéknek, szabadabb jövőt a nőknek, szabadabb jövőt az LMBT embereknek. De akkor, amikor a kínai kommunista párt felkéri őket arra, hogy legyetek szívesek a jövőbeli kölcsönös együttműködésünk érdekében, hogy továbbra is olyan olcsón gyárthassatok termékeket itt nálunk, amennyire olcsón gyártottatok az elmúlt évtizedekben. Legyetek szívesek, korlátozzátok az airdrop használatát Kínában, mert ez itt és most nekünk politikailag nagyon jól jönne. És ebben a szituációban az Apple fölállít egy mérleget, a mérleg egyik serpenyőjében az ő nagyon progresszív, nagyon haladó, nagyon szabadságpárti elveik vannak, a mérleg másik serpenyőjében meg a gyümölcsöző üzleti együttműködésük a kínai kommunista párt központi bizottságával, és hát az utóbbi serpenyő nagyobb súllyal esik a latban. Ilyenkor árazódik be az ő politikai aktivizmusuknak a komolysága, mert ők, tudod, ők tényleg nagyon komoly pofával demózzák a politikát, csak abban a pillanatban, hogy 2 cent elmaradást okozna nekik a progresszív politikai meggyőződésük, abban a pillanatban már dobják is el. Nem a létük múlik rajta, hanem csak a nyereség. De tulajdonképpen nyereség. Ugyanazt mondjuk, Robi, csak én miközben, tehát igen. Olyan lassan mondtad el, hogy azt hittem, hogy globálisan, tudod, érted, mire gondolok, hogy azt hittem, hogy a te végül elmondott kritikád az, hát az... De nincs, de nincs mindegy. Úgy tűnik, hogy nincs vita köztünk. A lényeg az, hogy ők politizálnak, nagyon is, hogy politizálnak, mert tudod, ha nem politizálnának, nem lenne most mit számon kérni. Tudod, miért nem értettem, amit mondasz, Robi? Mert hogy politizálásnak hívjuk ezt az identitáspolitikai szereplést. Hát mert most már ez a politika. De hát messze
nem olyan erős, mint az, hogy Kínában az emberek mennyire szabadok. Érted, hogy azért ez a két dolog, ez két tök más ligában játszik. Én hadd mondjam már rá, hogy csipcsup ehhez képest. Igen, lehetséges, hogy a te szemedben csipcsup ehhez képest, csak tudod, az egyik az a zászlón van, amit ők a magasba emelnek, az mindenhonnan látszik, a másikat meg úgy kell kikutatni, úgy kell kinyomozni, úgy kell leleplezni őket. Ez is egy olyan szituáció, hogy az Elon Musk a Twitterének az alkalmazásából való kirugatását fontolgatja az Apple, ennek nyomán derült ki. Hát ha most ebben a kényes szituációban ez a dolog nem derül ki, akkor mi erről nem tudunk, akkor mi erről nem beszélünk. Hány ilyen ügy, hány ilyen eset süllyed el anélkül, hogy tudnánk róla? Akkor hagyhozzak be egy harmadikat, ami szintén ugyanaz, ami a tiétek. Csak hogy amennyire én látom, itt a politika csinálás vagy nem csinálás közepén úgy áll a Google, hogy az egyik oldalon tolja, a másikon húzza, illetve ő van tolva, vagy ő húzza. Tehát miközben nyugaton azért csinál esetleg magától valamit, mert előnyt remél belőle. Például a hermafrodita félig borzoknak is lesz WC. Vagy bármilyen mellékiállás magától, mert érzi ebben azt, hogy ez neki előnyös lehet, úgy itt pedig kényszerből kiszolgálja a politikát. És ez egyrészt mind a kettőt lehet aztán savazni, meg morálisan aggályoskodni, de azért nem ugyanaz. Tehát nagyon nem ugyanaz, hogy és nem lesz ettől felmentve a Kínával való együttműködés miatt az Apple, vagy annak idén a Google, csak ott az van, hogy nem nagyon van választás, hogy vagy ezt csinálod, vagy elmész. Egyébként az is egy választás, nem igaz, az is egy választás, hogy kiszáll onnan, és nem lesz ott piaca, nem lesz ott gyártása, és a többi. De a másik oldalt meg teljesen magától. De az vajon nem politikai tett, hogy az Apple kizárja a Twittert az App Store-ból? Mondván, hogy a Twitter az nem szabad média, és az App Store-ba nem érdemli meg a helyét és a jelenlétét. Ez korszellemre ráülés szerintem. De közben meg a kínai kommunista párttal együttműködik abban, hogy a kínai Covid-zárlat elleni tüntetők, ez azok ne tudjanak jól kommunikálni egymással. Ez a kettő, hogy ez egyszerre ugyanannak az aktornak a tette. Igen, mondom, hogy hülyén fogalmaztam talán, de a lényeget talán értitek, hogy az egyik oldalon egy saját döntés által előnyökért tesz olyan lépéseket, amiért megkérdőjelezhető felelősségre. A nyugaton szerepel, jó fiúskodik, keleten pedig hát az van, hogy lehúzhatná a rolót, ha nem húzhat, nem olyan egyértelmű. Egy időre, tehát nem nyilván máshol kéne gyártania, máshol kéne összeszerelnie, aminek semmi akadálya, csak többbe kerül és később nem tud elindulni. Nem tudjuk, nem próbálta ki. Tehát nem az történt, hogy az Apple azt mondta a kínai kommunista pártnak, hogy ne haragudjál, nekem az az üzletpolitikám, hogy én nem korlátozom az AirDrop használatát sehol, sem Kínában, sehol máshol. Ez egy szolgáltatás a világon, mindenkinek jár és jut. Ha ezt mondta volna, akkor a kínai kommunista pártnál kezdett volna elpattogni a labda. Mit csináljanak? Akkor ők most függesszék föl az együttműködést az Apple-el, mert az nekik is előnyös az az együttműködés. Abból nem csak az Apple keres nagyon sokat, hanem a kínai kommunista párt ugyanolyan nagyon-nagyon sok pénzt keres. Az egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az Apple kipróbálni sem meri, hogy mi lesz pontosan akkor, ha nemet mond a kínai kommunista pártnak. Erről van szó. Meg lehetne próbálni. Tudod, a kínai kommunista párt is fölállíthatna egy mérleget, de ők nem mérlegelnek soha. Tudod, ők semmit nem pakolnak egyik meg a másik serpenyőbe. Ők erőből áttolják azt, amit akarnak. És a különbség döntően nem az, hogy otthon progresszívkednek és kvázi kultúrbalos politikát gyártanak, külföldön meg Kínában meg beállnak a kínai kommunista párt mögé. A döntő különbség az, hogy ami látszik, ahol látszik a nyilvános térben, előadják azt, hogy ők most már nem csak technológiát gyártanak a jövőnek, hanem ők most már politikát is gyártanak a jövőnek, mert kinőtték a homokozójukat, tudod? Ők most már tulajdonképpen egy párt, de egy olyan párt, amelyikre nem lehet szavazni, és amelyiket nem lehet kiszavazni sehonnan, mert a kvázi olyan, mintha az a alaplapban lenne égetve. A kapitalizmussal együtt kaptuk őket nem lehet kiszavazni, őket nem lehet elsüllyeszteni, ahogyan egy pártot vagy egy politikust el lehet süllyeszteni. Úgyhogy ebben a szituációban ők a nyilvánosságban demozzák a politikájukat, vagyis az elkötelezettségüket a szabadság mellett, meg az LMBT csoportok mellett, meg a Black Lives Matter mellett, meg a nők mellett, meg a MeToo mellett, amikor meg nem látszik a pult alatt stik
logikában meg együttműködnek a legvéresebb diktatúrákkal, és nem érdekli őket semmi, csak a 2 cent hasznuk. Azt mondod, hogy meg sem próbálják az alkudozást a kínai kormánya. Én azt gondolom, hogy 2000 óta legalább, tehát legalább 22 éve van egy olyan hatástanulmány, illetve megvalósíthatósági tanulmány, amit időről időre frissítenek szakemberek, vagy egy szakembernek csak ez a dolga az Apple-nél, ami arról szól, hogy hova és mennyivel többért tudjuk elvinni a gyártást, hogyan tudnánk magunkat függetleníteni Kínától, és minden évben kijön, hogy ezt a részvényesek ezt nem viselnék el. És ennyi. És ezért nem, azt mondod, hogy bele kéne állni egy ilyen tárgyalásba, de oda leteszik a papírt, hogy úgy álljatok bele, hogy nem lehet, nem opció, hogy veszítünk. Igen, de... Lehet, hogy megpróbáltak beleállni, hiszen azt, ahogy a Robi is mondja, ez nem a nyilvánosság előtt zajlik, de lehet, hogy 3 napig bírták. Tudod, hogy ja, hát akkor már most bezárjuk a gyárat, vagy ott megjelentek a rendőrök a különböző termelési egységeknél, és akkor ott azt mondták, hogy úgy gyerekek, ebből gáz lesz. Tehát amikor, tudod, olyasmi, mint amikor kivonul a készenléti rendőrség, meg a NAV valakinek nem, az irodájába, hogy jó, értettük. Hát igen, ahogyan az Apple a verseny társait lenyomja nyers tőkeerőből, úgy nyomja le a kínai állam őket nyers tőkeerőből. Nagyjából ugyanez a helyzet. Nekünk sokkal nagyobb tartalékaink vannak. Leáll az üzem, mi megérezzük, mi is nyilván megérezzük, de nekünk szúnyogcsípés, nektek meg amputáció. Nekünknek fog jobban fájni. Arról azért beszéljünk már közben, hogy ugye Ürümcsiben valami 10 vagy akár több 10 ember halt meg egy toronyházban, és emiatt vannak tüntetések, mert a COVID korlátozásokat annyira veszik komolyan, hogy nem tudtak kimenekülni emberek az égőházból, a tűzoltók meg nem tudták megközelíteni, és ez ilyen nagyon pszichopátiásan óvatos, hogy úgy mondjam, hogy mindegy, hogy abban a házban mindenki meghal, csak ne szaladgáljanak az utcán, mert akkor megint felülfertőznek mindenkit. Miközben nem szereztek be import oltásokat, hanem maradtak annál a kínainál, ami jelenleg 50%-os náluk csak oltás. Akörili, náluk csak oltás védettséget jelent, míg az mRNA-s alapúak azért továbbra is úgy maradtak, mint az elején, amikor hirtelen méregették, hogy hát 90% fölötti. És azért az viszont példátlan, és most csúnyán mondom, de pozitív, hogy a kínai emberek az utcára mennek tüntetni. Valami forrong a világban, jól érezhetően. És ha még az állam nem is ijedt meg tőle, a város már igen. Tehát, hogy ott, ahol a legerősebb a feszültség, ott azonnal szerintem a város odébb húzta ezeket a korlátozásokat, amiért gondolom majd a város vezetői felelni fognak később a kommunista pártnál. A héten ezzel a hírrel egyébként másodszor futottam bele olyan érzésbe, hogy egy olyan olvasmányélmény kezd kicsit megvalósulni, ami teljesen ilyen elképzelhetetlen, teljesen fantázia, utopisztikus, vagy inkább disztopikus történet, és ez pedig a már emlegetett, korábban egyszer emlegetett, legalább egyszer emlegetett World War Z, amit valószínűleg nincs ember, aki olvasott Magyarországon, de én igen. Ugye ebben volt az, hogy többek közt hogyan reagálnak országok egy zombi vírus. Én láttam a filmet. Felejtsük el, jó, mindegy. A könyv az egy érdekes gondolatkísérlet, hogy mi történik. És például Észak-Korea a reakciója 48 óra több millió ember összes fogát kihúzni. És megcsinálták a könyvben. És hogy ez egy ilyen elképzelhetetlen helyzet, és miközben most majd ott tartunk, hogy ha ti pár éve azt mondjuk, hogy valakik azért halnak meg, mert kijárási tilalom miatt bennégnek, mert egy vírus miatt nem engedi a kormányuk, hogy elhagyják az épületet, akkor azért majdnem ugyanaz a kategória szinte már ugyanaz, az én fejemnek. Tehát nekem volt egy ilyen flashbackem, hogy hát én ezt olvastam. Különböző országok egyébként tök érdekesen le volt írva, nyilván az adott országnak megfelel egyéb ilyen reagálás, például Kuba ugye megnyitotta a határait a menekülő amerikaiak előtt, és a többi, de hogy ez maga ez, hogy ez a kollektivizmus maximálisan faliktolása, illetve teljes embertelenség, hogy minden háttérbe szorítva, kivéve a felülről jövő diktált parancsok, igen, gyakorlatilag. És ezt láthattuk most ebben az esetben ennek a súlyos következményét. Én azt nem értem, hogy ez hogy nem ég rá ezekre a cégekre, hogy lehet a közvélemény
olyan, mint a garnéla. Garnéla állítólag olyan, hogy nincs emlékezet, hanem így tudod, belerakod az akváriumba, és így neki úszik az üvegnek, és akkor így megüti magát, és 2 másodperc múlva újra neki úszik. Újra megüti magát, és már el is felejtette, hogy az fáj. És csak olajban találkoztam vele. Valami ilyesmi történik, ez a közvélemény. Ez a nyugati közvélemény. Ugye van egy ilyen nagy lebukása az Apple-nek, egy ilyen nagy megszégyenülése az Apple-nek, és azt várna az ember, hogy ez rájuk ég, de nem tud rájuk égni, mert a következő inger, ami a nagy nyilvános kulturális térből érkezik, vagy a médiatérből érkezik, az kiüti a fejekből ezt. És már nincs is. És valahogy ezeknek a cégeknek soha nem kell magyarázkodniuk. Hát most itt van az Apple, amelyik kitiltja a Twittert, mert Elon Musk az egy demokratikus deficit, vagy egy demokratikus kockázat ő szerintük, tehát a Twitternek nem lehet helye az App Store-ban. De a kínai kommunista párttal meg együttműködik. Ez miféle mérleg? Ez egy mérleg? Van egyáltalán mérlegük? Mert ha lenne mérlegük, már fölborult volna az asztallal együtt. Nyilvánvalóan nem mérlegelnek, csak hasznot mérlegelnek. A legtöbb intézményben, és itt gondoljunk a fogalmakra is, mint intézményekre, van egy ilyen az övük alatti, vagy egy vonal, ahol már máshol működnek. Tudod, a híradós az derékon alul mesztelen, az étteremben a konyhaajtó mögött, vagy a hűtőajtó mögött történnek, amit nem akartok látni, az üzleti világban meg valahol a közel-kelettől jobbra, keletre van ez a hinterland, ahová hát ne pislancs be, és akkor ott hátul más hangok szólnak mindenhol. De hogy lehet az, hogy ezek a cégek soha nem magyarázkodnak semmiért? Hogy lehet az, hogy mindenkinek magyarázkodnia kell, de ők folyamatosan és megállás nélkül diktálják a kultúrát, meg diktálják a kultúrharcot, meg diktálják a forradalmat, meg diktálják az új erkölcsöt, meg az újfajta szellemet. Tudod, föl akarják szabadítani az emberi tudatokat, mert már azt játsszák, hogy ők az LSD, vagy valamiféle LSD-gurú, akik ha fölszabadítják az emberiségnek a tudatát, és új erkölcsi normákat teremtenek, és soha nem magyarázkodnak, és maga megégetik magukat, és kiderül róluk, hogy gazemberek, és kiderül róluk, hogy a legvéresebb diktatúrákkal működnek együtt 5 cent haszonért, ők akkor sem magyarázkodnak, mint például a Disney. A Disney, amelyik meghirdette, hogy a következő hófehérke latinul lesz. Ízlelgessük egy kicsit, hófehérke. Hófehérke latinul. Mert latinul lesz, mert diverzitás. És hogyha te problémázol azon, hogy a hófehérke az miért latinó, akkor te rasszista vagy, tudod? De ha te megkérdezed tőlük, hogy már ne haragudjál, de az antiszemita cégalapítótoknak a nevét, azt mikor fogjátok eltüntetni? Mert hogy jelenleg egy antiszemita, egy tényleges rasszista, nem valaki, akinek fáj az, hogy a hófehérke nem hófehér, hanem mondjuk kreol, hiszen hát a neve az, hogy hófehérke, hanem egy tényleges rasszista alapította a cégeteket, és ez a cégeteknek a neve. Tudod, ők nem magyarázkodnak. Olyankor sem magyarázkodnak. Ők soha nem magyarázkodnak. Ők a Walt Disney. És tudod, hogyha képesek lennének arra, hogy eltöröljék a múltat, és kitöröljék az alapítójuknak az antiszemitizmusát, már rég megtették volna.